hatékony a rendszer, megtörtént a 100 milliómodik üvegvisszaváltás is. De nehéz az iskolatáska, megnövekedett a gerincferdüléses esetek száma. Női sportolók a jégen, jégkorong és szinkron korcsolya edzőtáborok Baján. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió augusztus 22-i csütörtök esti híradója már is kezdődik. Kigyulladt a gaz és az avar Nagybaracska külterületén, a Kölcsey utca közelében. A helyszínre indult több egység is, tudatta augusztus 21-én szerdán délután 1 órakor a Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Ugyanakkor 2:45-kor már arról számoltak be, hogy már az utómunkálatok zajlanak. Eloltották a lángokat. Valamivel több mint 1 hektáron egy erdő aljnövényzetére is átterjedt a tűz, ám a korábbi információtól eltérően a közeli napraforgó táblát a lángok nem érintették. A tüzet a bajai, a nagybaracskai és a szekszárdi hivatásos, valamint a nagybaracskai önkéntes tűzoltók 8 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg. 2024. január 1-től országos szinten bevezették a belföldön forgalomba hozott kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszerét. Az automatákba az 1 decilitertől 3 literig terjedő fém, műanyag és üveg italcsomagolások kerülhetnek, amelyek címkéje jelöli az egy vagy több utas visszaváltási lehetőséget. Magyarországon már csaknem 3100 repont automata és 1000 kézi visszaváltó hely van. Nemrég megvolt a 100 milliómodik visszaváltás a MOL hulladékgazdálkodási ZRT repont automatáiban. Ezekből a gépekből országszerte egyre több van, most 2200 helyszínen már 3100 eszköz működik, illetve nagyjából 1000 kézi visszaváltási pont, de összesen 6000 gép szerepel a keretszerződésben. A vállalat úgy értékeli, lassan túljutnak a nehézségek időszakán, mostanra pedig már 5 millió visszaváltás történik naponta, amelyet kiváló eredménynek könyvelnek el. A visszaváltási rendszerrel az első időszakban sokan futottak bele kellemetlenségekbe. Nem működő vagy megtelt gépek, szemét a boltokban, hosszú várakozási idő, a számlákra lassan érkező pénz. A cég szerint az első fél év a rendszer finom hangolásáról szólt. Helyben el tudják hárítani az ilyen problémákat az üzletekben az ott lévő személyzet is. Ezt is még így tanulni kell, de látom, hogy egyre jobb eredményeink vannak, hogy a fogyasztó jelzi az üzletnek, ha valami probléma van, az üzlet pedig intézkedik. Ha ez nem megy, akkor pedig a központi helpdesket kell hívni. A statisztikák alapján csökken most már a hívásszám a helpdesknél, tehát egyre inkább megtanulják a boltok is, meg a fogyasztók is, hogy hogyan kell ezekkel az automatákkal együtt dolgozni. Pénzvisszatérítés gyanánt a fogyasztók 85%-a kupont kér, amiért pénzt kaphatnak a kasszánál, vagy levásárolhatják a boltban, de alkalmazással akár saját bankszámlájukra is kérhetik az összeget. A jótékonykodás egyelőre minimális, de tervezik bővíteni azon szervezetek körét, amelyeknek lehet utalni. Akadnak olyanok is, akik nem viszik vissza az üres üvegeket. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal eleve belekalkulálta, hogy lesznek ilyen vissza nem váltott palackok, és az ezek után maradt pénzt a MOHU-nak kötelező visszafordítania a rendszerbe. Szabó Szilvia elmondta, a DRS rendszerben a cél az, hogy a palackból palack legyen, vagyis megvalósuljon a körforgás. Amire nagyon nagy szükség lenne, az az igazán kisboltok jelentkezésére a kézi visszaváltásra, és minden fogyasztót is erre buzdítunk, hogy próbálják rábeszélni a környezetükben lévő kisebb boltokat, hogy csatlakozzanak a rendszerhez. Ez megéri a boltnak is, ugye nála vásárolják le majd a visszaváltás értékét, hát meg a fogyasztónak is, mert közelebb is talál magához visszaváltó pontot. Számos visszaélés történt már a nem visszaváltható palackok esetén. A legjellemzőbb próbálkozás a címkeátragasztás, jellemzően szerb vagy román palackra ragasztottak rá vonalkódos matricát, azonban szervezett visszaélés nem történt, folytatta a vezető. Ezekkel kapcsolatban már megtörténtek az első feljelentések is.
A vállalat azon dolgozik, hogy a jövőben egy olyan rendszert tudjanak kiépíteni, amely a hulladékgazdálkodás fejlesztése mellett a környezetvédelemre is fókuszál, tette hozzá Szabó Szilvia. Szeptember 1-től nem lesz kötelező a munkaalkalmassági orvosi vizsgálat. A kormány honlapján nemrég megjelent a Belügyminisztérium rendeletének tervezete arról, milyen foglalkozásoknál, munkaköröknél tartanák meg mégis ezt a feltételt. Eszerint bizonyos esetekben a munkára való alkalmasságról továbbra is orvosi vizsgálat alapján kell dönteni, de a munkáltató is elrendelheti azt. A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetet augusztus 29-ig lehet véleményezni. A dokumentum melléklete felsorolja azokat a területeket, amelyeknél továbbra is kötelező lenne a foglalkozás egészségügyi vizsgálat. Fokozott baleseti veszély, sugárzó vagy mesterséges optikai sugárzó munkaterület, terhelő hideg vagy meleg klíma, vagy közfogyasztásra szánt élelmiszer elkészítése vagy forgalmazása, valamint éjszakás műszak esetén továbbra is el kell majd végezni az üzemorvosi vizsgálatot. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes tavaly novemberben nyújtott be egy törvényjavaslatot, amiben az is szerepelt, hogy megszüntetnék a kötelező foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatok jelentős részét. A javaslatot azzal indokolták, hogy ez csökkenti a munkáltatók vállát nyomó bürokratikus terhet, és ezzel növelhető a versenyképesség és a közigazgatás hatékonysága. A szakszervezetek élesen elítélték a javaslatot. Álláspontjuk szerint minden munkakörben fent kell tartani a kötelező foglalkozás egészségügyi vizsgálatokat, hiszen még az irodai munkát végzők is számos kockázatnak vannak kitéve. Hamarosan becsengetnek az iskolákba, az ebben érintett családok körében már javában zajlik a tanszerek, így az iskolatáskák vásárlása is. Azonban közel sem mindegy az, hogy milyen hátizsákkal indul majd minden nap a gyermek. A fiatalok 2-4%-ánál előforduló gerincferdülés itthon is több mint 10 000 családot érint. A szakértők szerint az úszás, a torna vagy más sporttevékenység is segíthet a megelőzésben vagy a korrigálásban, de a megfelelő szék beszerzésével és a hátizsákok rendeltetésszerű használatával is sokat tehetünk gerincünk védelméért. A gyermekkori mozgásszervi megbetegedések között a gerincferdülés és a lúdtalp előfordulása a leggyakoribb. A gerincferdülés a gerinckóros deformálódását jelenti a tér mindhárom irányában, amely a gyors testi növekedés idején jelentkezik. Lehet öröklött vagy szerzett, általában a 7-9, illetve a 14-15 éves korosztályt érinti leginkább, ekkor vannak ugyanis intenzív növekedésben a gyerekek. Meg kell nézni otthon, hogy a gyereknek, ha egyenesen áll, akkor a két válla az egyforma magasságban van-e, a két lapockája egyforma magasságban van-e, illetve a karunk és a törzsünk, hátulról ha nézzük, akkor itt egy háromszöget zár körbe, és annak a szimmetrikus voltát kell ellenőrizni. Mivel iskolaorvos is vagyok, és az iskolában szűrővizsgálatok történnek, az iskolai szűrővizsgálatoknál a leggyakoribb, ami előfordul a mozgásszervi problémák közül, az a gerincferdülés. Dr. Matán Eszter hozzátette, évente szűrik a mozgásszervi elváltozások ezen fajtáját. Akinél felmerül a gerincferdülés gyanúja, azt szakemberhez irányítják. Dr. Márkus Mária, a Szent Rókus Kórház ortopéd főorvosa híradónknak úgy nyilatkozott, valóban megnövekedett a fiatal gyermekeknél, már egészen kicsi korban a gerincferdüléses esetek száma. Megfelelő korrekcióval azonban sokat lehet tenni azért, hogy az érintettek állapota javuljon. Ha súlyosabb a gerincferdülés, akkor természetesen ortopédián megvizsgáljuk, ha úgy indokoltnak tartjuk, mert azt én azért vigyázunk, hogy röntgensugarat ne sokat kapjon a gyerek. Ha indokoltnak tartjuk, akkor megröntgenezzük, és a röntgenen észlelt és mért gerincferdülés alapján 17-8 éves korig, amíg korrigálható fűzőt írunk fel, már 30 éves kapcsolat van egy fűzőkészítő céggel, akikkel nagyon jól együtt tudunk dolgozni, és a gyermekek gyönyörűen javulnak ettől. A szakértők kiemelték, a mozgásszervi elváltozás leggyakoribb okai között tartják számon manapság a számítógép, illetve az okostelefon használatot, a mozgásszegény életmódot, illetve a táskák nem rendeltetésszerű használatát is.
Szedres Tamás elmondta, napjainkban minden korosztály számára található olyan hátizsák, amelynek kialakítása védi a gerincet, de sokat számít az is, hogyan pakolják meg a rekeszeket. A kisiskolások esetében például elengedhetetlen, hogy a táska merev fallal rendelkezzen, a hátkiképzése pedig párnázott, illetve szivacsozott legyen. De ugyanilyen fontos, amikor már középiskolások, hogy a hátizsákot úgy használják, hogy mindkét pánt fent van a vállukon. Ez a súlypontnál is fontos, hogy a hátukhoz minél közelebb legyen a súlypont, illetve a vállukat is úgy kényszeríti, hogy helyes legyen a testtartás. Tehát ezt javaslom, mert itt is látszanak elrugaszkodott viselési dolgok, amikor nagyon lent hordják derékszint alatta a hátizsákot, vagy a hátizsáknak csak a fele pántját használják, sem a táskának, sem az anatómiának nem használ. A gerinc védelmére azért is érdemes kiemelt figyelmet fordítani, mert később légzőszervi problémát okozhat az, ha figyelmen kívül hagyjuk a szakemberek tanácsait. Ez pedig akár teljesítmény problémát is okozhat, de hatással lehet az alsó végtagokra is. Hangsúlyozzák. Idén júliusban több mint 15 millió forintot fizettek be a blitzelők a MÁV Start számlájára. Ez rekordnak számít. Ekkora bevétel soha korábban nem érkezett a vasúttársasághoz, derül ki a MÁV szerdai közleményéből. Januártól júliusig közel 80 millió forint folyt be a cégcsoport kasszájába, így ez összességében 40%-kal haladta meg a tavalyi azonos időszak értékeit. A blitzelésből származó második legmagasabb havi bevétel 13,3 millió forint volt még 2020 márciusában, vagyis 4 éves rekord dőlt meg idén júliusban. Az eredmények hátterében az áll, hogy a MÁV Start követelésbehajtási csoportja a korábbi kimagasló eredményekhez képest is jelentős mértékben fokozta teljesítményét és a behajtás hatékonyságát. Az év első 6 hónapjában levélkampányokkal és kimenő hívások segítségével már több mint 1500 fizetési megállapodást kötöttek a MÁV Start munkatársai a vasúttársaság felé követelést felhalmozó adósokkal a tartozásuk rendezése érdekében. A behajtók munkájához nagyban hozzájárult, hogy a fizetési felszólításra nem reagáló, illetve a MÁV Starttal kötött fizetési megállapodást figyelmen kívül hagyók jogi eljárással néznek szembe. A tavalyi menetrendváltástól a pótdíjak is jelentősen növekedtek. A korábbi 8000 forint helyett immár 25000 forintot fizet az, aki a vonaton nem rendezi tartozását. Ez az összeg pedig 50000 forintra emelkedik, ha valaki 30 napon belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének. Ez a harmadik év, hogy a Ráb Színpad és Zenei Közösség énekesei és muzsikusai nyári könnyűzenei piknikre várták a közönséget. Az előadók a Szent László AMK udvarán megzenésített verseket, prózákat adtak elő augusztus 16-án. A műsor hangulatához egy nagy bőgő és vendégénekesek is hozzátettek. A produkció célja a zenei irodalmi élmény átadásán túl az életigenlés kifejezése volt. Kányádi Sándor Valaki jár a fákhegyén című költeményének megzenésített verziója is elhangzott, a Ráből Színpad és Zenei Közösség énekesei és muzsikusai által megálmodott nyári könnyűzenei pikniken. Kulturális térré alakult át ugyanis a Szent László AMK udvara augusztus 16-án este. Előkerültek a pokrócok, fényfüzérek, miközben a színpad mellett felállt a zenekar, a közepén pedig az előadók csapata. Még egy limonádés pultot is kialakítottak a piknik hangulat megteremtése érdekében. Az eseményt harmadik éve rendezi meg a bajai csapat. Az életigenlés fontosságát hangsúlyozták a dalokban és a megzenésített versekben, de még a helyszín kialakításában is, tájékoztatott Szőlősi Kristóf. Azt láttuk, hogy a Covid után nagyon-nagyon nehezen mozdulnak ki az emberek, és nagyon-nagyon be tudnak zárkozni, és talán egy kicsit így kihívogatva őket, ha nagy nehezen el is jönnek, akkor még egy lapáttal rá tudjunk arra tenni, hogy akkor, de már pedig az élet nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon szép, néha nagyon nehéz, van, hogy belehalunk majdnem annyira nehéz, de mégis ki lehet jönni mindig minden rosszból.
A csapat gitárosa hozzátette, az idén a műsor több részén változtattak. Nagy álma vált valóra azzal, hogy idén egy nagy bőgős is erősítette a zenekart, amely plusz hangzást biztosította a daloknak. Magdali Anna pedig úgy döntött, a tavalyi népzenei vonal után egy különleges hangulatú estét állít össze Kosztolányi Dezső, Pilinszky János, Rácz Ernő, Vörös Sándor és Kányádi Sándor költeményeivel. A versek hol prózában, hol megzenésített verzióban hangzottak el az este során. Ez most főleg az én szívem szerinti válogatás, az én tracklistám gyakorlatilag majdhogy nem, abból kiválogatva a könnyű zenét, és főleg megzenésített versek szerepelnek benne, de nem csak azok. Szóval olyat is, amit én úgy gondoltam, hogy ez ide belefér, és szép dallamok, szép szövegek vannak benne, mert én azt gondolom, hogy végül is egy dal is egy vers, annak ellenére, hogy nem prózának íródott. Magdali Anna úgy látja, a pikniken az összes generáció tagjai képviseltették magukat. Szerinte a fiatalok és középkorúak is nyitottak a finom könnyű zene iránt, különösen, ha abban némi irodalom is vegyül. Baja megyei jogú városi jegyzője értesíti a polgármesteri hivatalnál nyilvántartásba vett méhészeket, hogy a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal, bajai járási hivatal, élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztályának vezetője a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló rendelet alapján a Bátmanostor Baracskai utca 20-as szám alatti ingatlantól számított 5 kilométeres sugarú körben augusztus 15. napjától kezdődően részleges községi zárlatot rendelt el. Bajaváros közigazgatási területére a térképen látható körben. Július 29-én megnyitotta kapuit a bajai jégcsarnok. Az elmúlt hetekben a bajai harcsák mellett több magyar jégkorongcsapat és több sportág is bemutatkozott a létesítményben. Az elmúlt héten női hókisok és szinkron korcsolyázók is városunkban edzőtáboroztak. A bajai harcsák szakmai vezetője, Gömöri Csaba révén nem csak a bajai jégkorongozók edzenek a csarnokban, hanem több sportág, több csapata is az impozáns létesítményt választotta felkészülése helyszínéül. Augusztus közepén egy hétig a hölgyeké volt a főszerep, ugyanis a KMH Hoki Klub Ese felnőtt női jégkorong együttese is itt készült az új szezonra. Tehát most van az első olyan hét, amikor együtt van a brigád, és nagyon sok részletet próbálunk tanítani, mind meetingekkel, videókkal, nagyon jó itt az előadóterem is egyébként, ilyen intelligens táblával, tehát ez is egy kis extra lányoknak, meg ebbe a meleg időben az is, hogy klimatizált a helység. Napi két jeges edzéssel, kétszer egy óra jéggel készülünk, oda a taktikai elemeket, a különböző játékbeli szerepeket és részleteket sajátítjuk el, illetve erre vannak felépítve a meetingek is, és ez alapján pörgetjük a hetet. A női jégkorongozók mellett helyet kaptak a magyar szinkron korcsolya válogatott tagjai is. Kendelényi Gulyás Erika vezetőedző irányításával a felnőtt válogatott mellett a két utánpótlás válogatott korosztály is egy hétig edzett a bajai jégcsarnokban. Minden csapat számára volt kétszer jég, ez másfél vagy két óra jeget jelentett, és szintén két száraz edzés. Ezek a száraz edzések ez attól függ, hogy épp melyik csapat hol tart a szezon során. Ugye nekünk ilyenkor a felkészülési időszak van, tehát minden csapatnak készülnek az új koreográfiái, és majd szeptember és októbertől indul majd az előversenyszezonunk, ilyen tesztversenyekkel, és igazán nekünk a főversenyszezonunk az majd a január-februári. A szakvezetőkkel készült bővebb interjúkat a Híradót követően Lelátó című sportmagazinunkban tekinthetik meg. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Hatékony a rendszer, megtörtént a 100 milliómodik üvegvisszaváltás is. De nehéz az iskolatáska, megnövekedett a gerincferdüléses esetek száma. Női sportolók a jégen, jégkorong és szinkronkorcsolya edzőtáborok Baján.
A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Hamarosan időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk. Műsort készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét kívánok. Viszontlátásra. Többnyire fátyol felhők lesznek felettünk, amelyek ma időszakosan jobban szűrhetik a napsütést, csapadék nem lesz. Csütörtökön az ország keleti harmadán és Sopron környékén, míg pénteken az Észak-Dunántúlon fordulhatnak elő élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 35 fok között alakul.